A legfontosabb déli irányban az első védvonal helyenként már át van törve, ami azt jelenti, hogy az Oroszország és a Krím közötti szárazföldi folyósó átvágására irányuló hadművelet még a tél beállta előtt befejeződhet, jelentette ki hétfőn Kirillov Budánov tábornok. A Védelmi Minisztérium hírszerzési főosztályának vezetője a The Economist című brit lapnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy Oroszországnak az állításával ellentétben egyáltalán nincs stratégiai tartaléka. Elmondása szerint Oroszország 25. kombinált fegyveres hadserege, amelyet most a keleti frontra dobtak át Limán és Kupjánszk térségében, 80%-ban van személyi állománnyal és 55%-ban fegyverekkel feltöltve. A hírszerző tábornok szerint a magát beásott és jól felkészült ellenség elleni offenzíva lassú üteme egyszerűen a valóság tükre. Hozzátette, nem érti azokat, akik az orosz pozíciók gyors összeomlását jósolták. Az ellentámadás folytatódik, Ukrajnának még van ideje, még több mint egy hónap van hátra az esős idén kezdetéig, és ez tény, mutatott rá Kirill Budanov.